Köszönöm szeretettel mindenkit, minden gyereket és felnőttet, aki szeret alkotni, kézműveskedni. Hemmer Anita vagyok, a Budapesti Művelődési Központban a Mancsocska kézműves foglalkozást vezetem, és szeretnék nektek így bemutatni egy kis kosárka készítést, készülve a húsvétra. Nagyon egyszerű lesz, ugye korlátozottak az anyagi és eszközi lehetőségeink, így házi karantén idején, úgyhogy nem szükséges pont ugyanazokat az alapanyagokat használni, amit én, úgyhogy mivel ez nem ezből készült ez a kis kosárka, ugyanezt meg lehet csinálni kartonból, illetve sima papírból, de anyagból is. Nagyon egyszerű az alaprajza. Az alaprajza az tulajdonképpen, mert ez a legfontosabb, hozzávalója, ez az. Ez tulajdonképpen egy 17 centi átmérőjű kör. Vagy a Mancsocska honlapon, tehát a Facebook, Mancsocska Facebook oldalon megtalálható a méretarányos rajz, vagy pedig körzővel, vagy esetleg egy kaspót körbe rajzolva megrajzoljuk ezt a kört. Nem baj, hogyha nem pont 17 centi, csak lényeg az, hogy akkor, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy egy kis kosárkába tudjunk belerakni tojásokat. Akár kisebb csoki tojásokat is. A lényege az, hogyha nem a méretarányos rajz szerint csináljuk, hanem körbe rajzoljuk, akkor csinálhatjuk úgy is a mintáját, hogy félbehajtjuk. Félbehajtjuk és kapunk egy ilyen félkört. Ha a félkört megkaptuk, azt is félbehajtjuk, lesz egy negyedkör. Ha azt is félbehajtjuk, akkor lesz egy 8-an. Ennek a mintáját is el fogom küldeni mindenkinek. Ezt is körbe lehet rajzolni. Arra azonban figyelni kell, hogy összehajtáskor, ugye a félkörnél van ez a zárt rész, a nyitott rész meg ennél a félnél. Elő a negyedkör inkább, negyedkörnél. A végső cél az, hogy ez meglegyen, szépen ki legyen vágva, olyan legyen, mint egy virág. A következő, amit szintén papírból, tehát ugyanebből az anyagból csinálunk meg, ez a füle. Ugye a fülének a papírrajza az nekem itt van, és megcsináltam ebből az anyagból, amiből én kirajzoltam ezt a mintát, ugyanis szükségünk van a rajzoláshoz egy filctollra is, egy ilyen sötét színű filctollra. Ezzel körbe rajzoljuk, kivágjuk, nem muszáj ekkora ollóval, lehet iskolai ollóval is, tehát egy kisebb méretű ollóval, amit biztonságosan a gyerekek kezébe tudunk adni. Tehát kivágom, körbe rajzoltam, kivágom, és fogok egy tűt. Lehet egy egyszerű varrótű is, nem kell ilyen nagy zsák varrótű, ebbe fonalat fűzünk bele, és mindjárt is mutatom a rajzon, hogy tulajdonképpen hogy is kell bejelölni ezeket a lukakat, tulajdonképpen ezeket a pontokat, amiben beleszúrjuk a gombos, a varrótűnket, a varrótűt. Mutatom közelről, jó? Tehát nem szimmetrikusan a két szélén, hanem az egyiket picit beljebb rajzoljuk be. Ha ez megvan, berajzoltuk mindegyik részen, mindegyik kis szirmon, akkor elkezdünk varni. Bedugjuk az egyikbe, mutatom, bedugjuk az egyikbe, kihúzzuk a másikba.
ki be tulajdonképpen, de úgy, hogy így. Tehát varás után, majd az összehúzásnál kell vigyáznunk. Akkor kell igazítani. Ez azért fontos, hogy így legyenek bejelölve a lukak, ugyanis mikor összehúzunk, akkor a szirmok kissé átlapolva lesznek egymás mellett. Tehát ugyanúgy, mint a háztetőn a cserepek. És a meghúzás során alakul ki ez a nagyon szép kosárforma. Most körbevarrom a papírformát. Szép narancssárga lesz a minta. Mindjárt kész vagyok, már csak kettő van. Ugye egyik oldalon be, a másikon ki. Így. Ez tehát a kosárka készítése. Ha megvagyunk, kihúzzuk a tűt. Ugye nincs a kezembe tű, már csak a fonal van, meg a kosárka. Elkezdem húzni, közben ugye elkezdem igazgatni ezeket a szirmokat, hogy szépen egymásra feküdjenek. Mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki, hogyha befejeztem a műveletet. Így. Szépen meghúzom. Így. Papírral kicsi nehezebb megigazgatni, de nem lehetetlen. Na, akkor kész van a kosárka formánk. Kicsit még igazgatni kell papírból. Kész van a kosárka, össze van húzva. Így. És a végén a fonalat, a hosszú fonalat megmutatom, amivel összehúztuk. Szépen összekötöm és összecsomózom. Két bogot teszek rá, hogy biztosabb legyen a csomó. Egy, kettő. A következő lépés az majd a füle lesz. Ugye a füleit azt megnézem, hogy tulajdonképpen hol van a kosárkának a közepe, hát ott van, ahol ez a pult van, ahol az elejét összekötöttem, és két oldalra megkeresem, hogy körülbelül így. Nem látom az elejét, de körülbelül így kell felragasztanom a fülét. Tehát az egy egyszerű 1 cm széles, és hát körülbelül mondjuk 14-17 cm, akár 20 cm hosszú is lehet, szépen ráragasztjuk a kosárkánkra. Ha ez megvan, de itt látszik, hogy rá van
ragasztva, de hogyha esetleg olyan anyagból készítjük, tehát olyan anyagunk van otthon, amire nem fogunk ráragasztani, tehát nincs olyan ragasztónk, amivel rá tudnánk ragasztani, akkor oda is lehet varni tűvel, cérnával. Tehát a lehetőségek adottak. Ha ez még megvan, akkor a kitöméshez, ugye megágyazunk tulajdonképpen a húsvéti tojásoknak, a kitöméshez én mohát használtam, tehát még nagyon-nagyon régen vettem hobbiboltba mohát. Most erre sajnos nincsen lehetőségünk, úgyhogy vagy van otthon moha, vagy ha nincsen, akkor sok fonalat össze, sok szálfonalat, ugye rengeteg, rengeteg szálfonalból csinálok egy ilyen nagy sodratot. Nagy sodratot, azt föltekerem lazán, és mint ebbe a kis kosárkába, így szépen megágyazok a tojásoknak. Ez is egy lehetőség. Vagy. Mondok még egyet. Itt van papír, kis vékony csíkokra vágva. Ezt is bele lehet tenni. Ez is lehet, ezzel is meg lehet ágyazni a tojásoknak. Következő ötletem pedig, hogyha van valakinek otthon kreppapírja, akkor ugye van ez a nagy guriga. Ez a széles nagy guriga, ami eleve fel van tekerve. Na ebből vágunk ki egy körülbelül olyan fél centi széles csíkot ollóval. Megmutatom, hogy. Tehát fogjuk ezt a rollnét, és egyszerűen csak így a szélén. Egyszerűen csak így a szélén így levágjuk. És mikor ez megvan, akkor kitekerjük, és ezt a hosszú-hosszú darabot, mutatom, ezt a hosszú-hosszú láncot, ezt kisebb darabokra vágjuk, és ezzel is ki lehet bélelni a kis kosárkánkat. Jó. Megágyaztunk a tojásoknak. Díszítésről még nem beszéltünk. A díszítés az lehet például masni. Masni. Masnit köthetünk szabad kézzel, ilyen picike masni. Köthetünk szabad kézzel, de köthetünk villával is. Megmutatom, hogy fog, jó? Először is a villához hozzáfogom a szallagot, vagy amivel szeretném csinálni a masnit, megtekerem, körbetekerem, hátulról, én most szemből mutatom, hátulról előrefelé dugom a szallagot, kihúzom, mutatom, a középső fok, két fok között, ugye ebbe a kis fokhéjba áthúzom, mutatom még egyszer, áthúzom, és ami hátul van kis farkinca, azzal csinálok egy csomót. Így vagyok. Így. Fogom az ollót. Levágom így a... Így. Adok neki egy kis formát. Így. Ha ezzel megvagyok, egyszerűen fogom és lehúzom. Még mindig nem vagyok elégedett, akkor még mindig igazíthatok rajta. Na most már eléggé csinos lett, úgyhogy ezt a masnit én most szépen vagy ráragasztom erre a kosárkára, vagy pedig ezzel a maradék kis vonallal oda kötöm a kosárhoz.
Tehát, de másfajta díszítést is ki lehet találni, tehát ez egyéni kreativitás kérdése, ki megízlés kérdése, hogy ki hogy szeretné, de én most a legegyszerűbbet mutattam, ezt a masnis megoldást. Lehet előre is tenni masnit, sőt, lehet a fülére is tenni egy nagyobbat. Ki hogyan szereti, de hogyha valaki szeretné, akkor ide előre nem tesz masnit, csak a fülére köt egyet. Úgyhogy ilyen egyszerű egy kis húsvéti kosárka készítése. Ugye azt mondtam, hogy én filcből készítettem, de ugyanezt meg lehet csinálni papírból is, ugyanígy meg lehet csinálni kartonból is, sőt anyagból is. Úgyhogy mindenkinek jó alkotást kívánok. Remélem azért tudtam segíteni, tudtam ötletet adni, és hát ezt a villás megoldás, ez szerintem ez szuper, és nagyon szép mastikat lehet vele készíteni. Igaz, hogy mini formában, de hogyha nagyon mastit szeretnénk csinálni, akkor tudom ajánlani, hogy vagy a fa húsvillát, mint kreatív eszköz, vagy pedig ezt a kis húsfogót. Ezzel is lehet most mit csinálni. Úgyhogy mindenkinek jó alkotást, és minél kreatívabb húsvéti ötleteket kívánok. Sziasztok! Viszontlátásra mindenkinek, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Sziasztok!